Hát az egyikük nagyon ki van Robsra, már olyan szempontból, hogy bármikor leülünk mondjuk egy phase meccset megnézni, és ténylegesen most így minden mémet félretéve azon a gémen, az úgy nézett ki, hogy bármikor Robsra váltott a kamera, a shiftet lenyomva sétált a map másik felén, mint ahol az akció történt. És nyilvánvalóan kell egy jó lurk a csapatban, aki megszerzi ezeket a területeket, és ezt Robs régen elképesztően jól csinálta. Tehát amikor, de már a mouse-ban is, de onnantól kezdve, hogy bekerült a face-be, annyi területet tudott egymaga megnyitni az egész csapatának, hogy folyamatosan ezekre a visszaforduló játékokra tudott játszani a face, most pedig nem megy előre Robs egyáltalán, és azt lehet észrevenni, hogy ő marad meg legutoljára élő csapattársként. Szóval így, hogy most akkor egy kisebb rendet letoltunk szegény fézesekről, meglátjuk ténylegesen, hogy akkor az adott napi forma az hogy fog működni. Frozen meg is tudja már nyitni ráadásul a kördebit, már most feje, úgyhogy lehet írogatni lassacskán itt a kommandokat. Hát a gyors egy-egyes csere után viszont kicsit csillapodnak a kedélyek Raynek, hogyha lehet itt egy jó timingja. MGPL végezetül a JL-t, aki felveszi még a utility-t ott kezdőről, valamint a bombát is el... Ja nem, a bombát az pont nem oszta el, az már ott volt B-házban, de kis utility-t arrébb pakolt, ezt a lehetőség pedig elúszott Rain elől ilyen módon. Hát és akkor mehet az újra tervezés, még nagyon-nagyon sok utility van egyébként a Navinál, ami így a pisztoly kört illeti. Most dobta ki az egyik füstön CL ablakra, de még mindig van egy ime zsebében, az is kijött végezetül, és befejel, ő is egyet, Thunderful is befejel egyet, dupla ember előny a Navinál, így mi fogják tovább vinni ezt a B-támadást. Kerigánra fognak érkezni, gyönyörű fej viszont az irányítótól, második már nem lesz, imére nem számított, aki második hullámban jött majd rövidről, és akkor Rain marad ebben az 1v3-ban, biték már nagyon közel, úgyhogy egymás kontaktjára fognak píkelni. Megvan az első mondjuk a norvégnak, a második le lesz fotolva, a hátba pedig nem sikerül lelőni a bitnek, ez egy óriási hiba is hozhatóvá vált, így akkor a norvégnak viszont JL-be tudja fejezni. Ilyen, ami megszerzi az első körét. Hú, hát azért bitnek kell most egy nagyobb levegő, mert gyönyörű volt a trade, ami az első frag után megérkezett. Aztán itt ez most majdnem el lett dobva általam. Ott volt a csapatás, aki be tudta fejezni, hát a Blade igazából vette egy nagy levegőt, sétált egy kört, és akkor visszaállt úgy a játékosok mögé, mint hogy semmi nem történt volna. Ő lehet nagyobb mentára szetett ott most, mint a játékosai. Hát Rainnek NT azért hagyjuk meg. Kettő nagyon csúnya fejest kiosztott, de nem volt elég át. Frozenen azért látszódott, ő már elhitte egy pillanat erejéig, ahogy osztotta a fejeket a Train, hogy megtörténhet az 1v3-os clutch, de nem JL kirakta neki. Top táblát, ahogy most is bit Rainnek megint csak visszaforszal a féz egyébként, 19 lapot húznak, amolyan duplát vagy semmit játszanak ezzel. Nyilván, hogyha ez bejönne, akkor elég... Kerigen, oké. Lehet, hogy még aim punch közben pont oda rántott a crosshair. 4v4, egalizál az irányító ezzel, Robs! Okay. Hát kettő brutális fejesnek köszönhetően nem csak, hogy egalizál a féz, ami az emberarányokat illeti, hanem emberölönyt is szereznek maguknak. Nem tartott viszont sokáig, ugyanis bit megérkezett most már a harmadik fejlővéssel, Robsra pedig lehet ráugrani, megvan a negyedik is. Az ukrán játékosok elégen pedig lebukik, de JL is fejletlen tudja zárni ezt a karikát, így megvan a második, és ezek után következhet majd egy harmadik is, tekintve, hogy most a Navi ekózni fog. És nem tudom, hogy te hallod-e, vagy követted-e így az előző meccseket így a mai napon, de megjött a közönségnek a hangja. Ennyire várták ezt a Navit? Vagy itt mi történt? Mert az előző két meccsen tényleg némaság volt. Az elsőt még megértem, mert ott is korán van, és még ott is ugye hétköznap ettől függetlenül. De itt az ilyen késő délutára már úgy gondoltam, hogy megérkeznek majd itt a Mouse vagy Fúria fanok. Nyilván nagyobb fanság, vagy nagyobb fázisra körmenthettek a Fúriások, tekintve, hogy ott volt Neymar, mellette pedig nehéz nem a Fúriának szurkolni. De most ez fura hallani azért. Igen. Mondjuk kicsit még azokon a zajmikrofonokon lehetne emelni az én ízlésemnek. Egy kicsit hangosabbra lehetne venni őket. De mindegy. Hát legalább... nem egy Katowice vagy egy Köln, mi? Hát nem. Nyilván azért nem is akkora arénáról van szó. És hát nem csak bitfejel. Imének kicsit nehezen jött össze az a nyitó frag, de Wonderful saját Kéli ennél azért sokkal tisztább volt. És most azért itt a kill bónuszoknak köszönhetően azért a Robson Kerigenen van kiskevó upgrade-elt pisztolyok, de nem hiszem, hogy nagyon bele fognak köpni a Navi levesébe. Robs felveszi azt a Dezit,
Hogyha Wonderful úgy fejel, mint előbb, akkor Robsnak sem lesz túl sok esélye. Kap és rendesen a sebzést. Megkerül az észt 28 HP-re. A bomba mindeközben lekerül, hát a kör végkimenetele egyáltalán nem kérdőjel ezen a ponton. Főleg így Robs is elhullik. Kerrigan pedig egy kis Kevo 5-7 páros próbál menteni B-házban. Itt a kis kevláron van inkább a nagyobb hangsúly. Ugye ezt nem kell újra venni következő körben. Cserébe itt teljes gránátszettet tud majd vásárolni az irányító. Elete Robsnak lesz egyébként egy kicsivel szerintem kevesebb. Bár ott... Hát... Én még belőle azt is el tudom képzelni, hogy most lehet inkább egy kisebb fegyverre nyúl rám. Ez 4500. Kevés lesz a utility. És arra a pozira, amit ő játszik. Arra egyébként, hát nem tudom, nem szerintem itt mindenképpen M4-ezni fognak és bevállalják itt a kevesebb gránát mennyiséget a fézesek, mert én úgy gondolom, hogy itt vissza kellett szörelőniük. Hát a Navi nagyon-nagyon jól kezdett, nagyon erősen és nagyon konzisztensen fejelnek itt az elmúlt pár körben, és hogyha ezt nem tudják így most az M4-ekkel megakadályozni, akkor egyszerűen a hullám tovább fogja őket vinni. Mindenkinek érkezik az M4 Brokinál ráadásul egy AVT-k leszkenomba. Úgyhogy itt azonnal rányulnak a nagyokra. A fézesek, a kérdés az, hogy lesz ebből kör nyilván. Hát kellene most már a féznek, főleg CT-ből, mint egy falat kenyér. Aminek minden esetre elég gyorsan megvan a mid control, bár nagyon sok utility-t használtak ahhoz, hogy ez megtörténessen, főleg smoke-okra gondolva. Egyetlen egy, nem kettő, kettő maradt, hármat rögtön kidobtak a középfoglaláshoz. Hát a kör késői szakaszában így nem maradt túl sok, bár talán pont ez az A-execute-hoz nem is kell majd túl sok, főleg hogyha splittelni fogják azt középről. Esetre palotába rotál Wonderful, a bombával Bit mellé érkezik még T-kezdőről GL, minden bizonnyal majd ő rámpáról fog megindulni, a kettő csapattárs pedig középről splittelhet kötőn keresztül. Robs, lebuktatja egy ellenfél játékos, viszont ime tud nyitni így, viszont figyelnie kell itt Frozenéknek, mert több irányból jöhetnek rájuk, Beat le tud súrani, úgyhogy senki nem lát őt, Frozen egyel trédel, viszont Beat refregel, majd arra megérkezik Wonderful is. És ez így egy gyönyörű támadás, Reynek nem volt lehetősége fregelni. 2v4-ben maradt Kerrigan, illetve Broki. Ők pedig nem fogják megpróbálni már ezt a ritéket. Ilyet itt tehát kettő fegyver. És ez az a pont még, amikor még nem biztos, hogy meg fogják venni itt a következő körben. Főleg úgy, hogyha mondjuk még egy-két fegyvert sikerülne innen elvenni. JL próbálkozhat meg akár ezzel. Van egy molója, amit valószínűleg ide konyhába fog bedobni telibe balra. Úgyhogy azt még Kerrigan sem fogja feltétlen kiugratni. Ha jobban dobja, akkor Kerrigannek azért problémás lehet ez a szituáció. Ő közelít leginkább itt ehhez. Nagyon balra akar nézni. Aztán nem, benéz inkább jobbra, viszont Kerrigan nyeri így a párharcot. Tudál bírálni egy alkára, van még ott egy moló. Azt is felveszi a biztonság kedvéért. Szóval, hogy 3500-3700, két embernek tudnak dobni. Frozennek van 3800-a, ő AN kört játszik. Ergo alapon házban, vagy hát alapon erkélyen, vagy pedig betolva a házat tud játszani. Arra lehet elég egy MP9. Lehet megveszik egyébként a fézesek. Megvan arra a szenárió. Viszont hogyha most half-buy van, cserében most van kettő fegyver, majd azok után jön egy nagy vásárlás, az is teljesen egy működő szituáció. Hát meglátjuk majd, hogy mit teszel neki Kerrigannék az extra időt. És kérik a matekozásra, meg hát a taktikák, stratégiák átbeszélésére is, mert amit jelenleg csinálnak, az nem működik egyáltalán. Talán az volt most a probléma, hogy itt túl passzívak is voltak, túl sok területet adtak át egyszerűen a Navinak, és hát azon a ponton már, mikor ugye jött az execute, egyszerűen hát ott ketten meghaltak rögtön árakon, és azon a ponton vége volt a körnek, nem lehetett időben behívni a rotát, a ritéket pedig hát nem lehetett már megpróbálni. Frozen tudott még egyet fregelni, de őt is azonnal visszatrédelték. Nem volt ez igazán így működőképes, vagy valami dupla rámpapus, vagy a mitfoglalásba kell agresszívabban beleállni. Valami extra dolog kell a fésztől, mert
Hát ez a túlzóan passzív játék nem is igazán az ő stílusuk, és nem is működik nekik. Megvették végül mindannyian, és Frozen is hát bevállalta inkább az M4 kiskevót. Így nem lesz utility, viszont így jöhet valami kis agresszívabb játék, tehát itt Rocky van most egyébként konyhában, ő tartja BH-s cross, már pedig a támadás ide fog érkezni, viszont bázik egyet ime, illetve Alexibi lekerülnek 27 és 66 HP-ra, Kerigeneknek kellene itt megfogni valahol, viszont fregel folyamatosan az AWP-s, mit csak ezek után tud trédelni Kerigen, még mindig angol keringőt jár itt Edward mögül, de jól is működik ez, ugyanis már csak Wonderful marad 1v4-ben, két emberről tud információt, hogy hol van, viszont a bomba kiesett rakóra is, az ukrán AWP-s is egy kicsit visszább hátrál, Kerigen lovos, ő még egy könnyű frag lehet. Viszont itt kontaktra tudnak azonnal píkelni majd a társak, megvan egy Wonderfall-nak, viszont Backside-ról már megérkezett Frozen, ez itt pedig egy könnyű lezárás a phase részéről, től kerülnek ők is a tabellára. Hát igazából nem kellett agresszív play hozzá, az volt itt, nem is azt szeretném mondani, hogy a phase-nek a szerencséje, hanem szintú úgy kedvezett nekik, hogy ketten voltak bén, Prokiat még az utolsó ezred másodpercekben tudta előni a másodikat. Így nyilván, hogy ott volt Broki, aki duplát fregelt, Kerigen pedig ugye keringőzött egyet ott Edward körül. Azzal elég sok időt nyert, és fregelt is a kötelezőt abszolút hozta, bőven nyert elég időt ahhoz, hogy megérkezzenek a társak a rotán. Ugye Rain is befegelt a JL-t, onnan pedig már Wonderfall-nak. Tényleges esélye nem volt a körgyőzelemre, és hát az első bukó után akkor vissza az alapokhoz következik egy füstös bár ahogy kijöttek a smoke-ok, nem jön be egyből a Navi. Úgy néz ki, hogy elsőre ez csak egy terelés volt, és akkor másodjára jöhet a tényleges execute. Igen, ez nem egy rossz hívás, ki is sikerült húzni az összes utility szinte itt az alvédőktől. Úgyhogy egy második hullámban, hogyha megindulnak, akkor egy ingyen lerakójuk lesz. Sikerül a füstrobbantásból, akinek ez így egy ingyen frag, nem tudnak erre válaszolni. Tehát a kúrás is jó, JL megpróbált vele menni lépcsőn, de kilőtték őt bit. Egy fraggel válaszol, amire szintén jön a trade Frozen-től, és 2v4-ben megragadnak, majd Wonderfull-ig, Wonderfull pedig hibázik az AWP-vel, ezt Kerigen tudta büntetni. Ime 1v4-ben. A lépcső füstben egyelőre, és nagyon sok irányba figyel, elárulja a pozícióját a füstúrással. Nagyon azt gondolta, hogy neki szól itt a közönség, hogy ott áll mellette füstben. Ott állt, csak másik irányban. Ugye most, hogy egy kicsit gyorsabb tempóra kapcsolt a Navi, így azt gondolom, hogy a phase-nek ez jobban kedvez egyszerűen, mert így most csak ők meg tudnak ülni lerakókon, és bevédeni ezeket, és nem buknak el területeket, mert nyilván a Navi közvetlenül támadott eddig a rakóra, úgyhogy nem feltétlenül áll jól nekik ez a tempóváltás. Ha visszalassítanak, szépen midfoglalásból fognak támadni splittelve, akkor viszont megint a phase lesz lépéskényszerben. Most nem lesz vásárlása igazán a Navinak. 3-4-re könnyen feljöhet ezzel a phase. Néhány upgrade-elt pisztoly, nyilván azokat a deziket nem szabad alábecsülni. Pit tegel is egyet, de azért a fragtől messze járt. Hát és akkor Broki mellett Kerigen is a kezébe veszi a nagy zöldet. Ugye ezt Wonderfull-tól csenték el. Az első lövését mondjuk el is véti. BH-zra egyébként abszolút jó választás lehet ez. Bár ugye Kerigen nincs egyedül, ott van mellette azért Frozen. Segíteni, hogyha esetleg megindulna az offenzíva ott a pisztolyokkal, B-rakó. Próbál rájátszani a Navi, igazából nem egy rossz call feltétlen, nyilván itt sok esélyük nincs a körgyőzelemre, arra próbálnak rámenni, hogyha Kerigen itt esetlegesen egyedül lenne, akkor a pisztolyokkal azért el lehetne csípni egy-két lövés után azt az AWP-t, csak hát Kerigen mellett itt van egy Frozen, aki pedig bedarálja a maradékot. Wonderfull belő egyet, de hát a maradék az lakoma, cápáknak, Robs és Broki zárnak 3-4-re, tehát szépít a phase, ezt követően viszont jöhet megint csak egy nagy Navi vásárlás. Na megjöttek a phase szurkolók is, vagy lehet, hogy ez a közönség ez amúgy mindenkinek, vagy csak annak szurkol, aki előnyben van. Ez lehet így működik. Egy dinamikus szurkoló brigád. Ugye, ami biztos, hogy a legelső V4-en nem ez volt, tehát nekem volt szerencsém a nézők között lenni még, amíg 15-6 éves EP. Voltam. Úristen, konkrétan az egyik tábor így 5-10 emberrel elkezdte a Let's go Mousesports! És akkor Virtus ment a tapsolás. Ne, ott nem Virtus Pro, hanem az egész aréna egyszerre Let's go VP! És így olyan szinten elnyomtuk,
láttuk, én is a VP közé tartoztam szurkolótáborban, de olyan szinten el lettek nyomva a mouse szurkolók, hogy atya úr is, az az első nagyobb hidegrázós élményem. Meg hát nyilván akkor így ezzel együtt jön, hogy Pasának a magyarországi beszédét élőben hallottam, ami szintén egy nagyon jó élmény, és megígérte, hogy visszajön a gulyásleves megkóstolni, azóta se tudom, hogy megjött-e volna, úgyhogy őt még számon kell kérni ezzel. Igen, akkor ott, valahol ott voltunk egymás mellett, csak még nem ismertük egymást. Hú, én mennyi embert nem ismertem, pedig mindenkivel találkoztam szinte amúgy. Na, térjünk vissza azért Riadba egyelőre, meg a FaZe Navi meccsre. Kerrigantől egy hiba, ezúttal Fireboxon helyezkedik el. Brokinál viszont sikeres ez az AWP lövés. Elhullik bit, és kicsit megakad ez a támadási, de aztán beesik kettő, sőt legyen inkább három Navi frag a semmiből, úgyhogy elmúltak már azok a smoke-ok. Megkésre sikerül bemenni Brokitól egy hiba, ezt ime kegyetlenül bünteti. Aztán még egy fejest kioszt, igaz csak félig falon keresztül. Így fél HP-et veszíti el Frozen, de hát a Molotov miatt nem tud átcrosszolni Chatin. Wonderful üti be a kódot mindeközben. Ez igencsak hozhatatlanak tűnik. Főleg úgy, hogy Wonderful lokkolja ott. Nem pillanatban ticketet az AWP, és ott lebukkott. Szerintem Alexi meglátta Frozen, de igen, visszafele ez nem igaz. Ott pontos info van az utolsó CT-ről. Hát ketyeg az óra, lehet, hogy még egyelőre közelít Frozen, de ezen a ponton inkább a mentésen kéne gondolkozni. Aztán van egy füstje, de hát 10 másodperc a bomba robbanásig. Itt egy dolgot lehet tenni, elveszíteni azt az AK-t. Légyben megpróbálkozott itt. Hát vagy a fegyver elvétellel, vagy a ninjával, ugye nyilván nem látunk bele a szlováknak a fejébe. De így, hogy lebuktatta őt Alexi, így ugye nem volt ennek az egészek relevanciája. Aki amúgy elég tökösen játszik, hogy ott fogja, azt átsétál a füstön. Meg hát Wonderfulnak se léteznek ezek a smoke-ok jelenleg. Itt egyelőre jól működik Alexinek az irányítása. Egy kicsit olyan, hogy mondjam, ilyen hátraülős pozíció ez neki, hogy Bit, Ime meg Wonderful fregelnek, JL-nek tök jók a lezárásai. Alexi meg csak elmondja a kört, hogy mit szeretne, és ez tök jól működik. Meg most már ő is beszáll itt a buliba, Robsa tud nyitni. Hát ott a ismételten az irányító a füstöd, társának a flashére, amire nem érkezik válasz. Megpróbált most a FaZe beleállni itt a közép harcba. Ezt egy emberre próbálták megtenni, ami nem lett annyira jó. Frozen kapja a sebzést, de egyelőre az nem halálos, 34 HP-n vissza kell zárni a szlováknak. Most tud egyel trédelni Broki, ez így 4v4, ki is tudja füstölni magát. Életben maradt tehát így az AWP-s. Imben beszökött mindeközben ablakba, de Kerrigan ezt lefüleli. Emberelőnyben megint csak a FaZe, csak kérdés, hogy meddig ott Bit. Talán megpillantott a Rain-nek a fejét, de ketten fogják ugyanazt a szöget tartani egy M4-jel, illetve egy AWP-vel. Kéz a kézben van ott Broki, illetve Rain egymás mellett. JL jó helyen tapogatózik egyébként, a Rain nyeri az első pár harcot, jön azonnal a trade, és JL-t egyelőre még nem tudták visszalőni, de Brokiról nincs info. Ez neki egy könnyed frag, aztán egy hiba mind a kettő mesterlövésztől. Wonderful át is vált inkább az AK-ra. Kerrigan-ék viszont jönnek ticketről, egy freget még magával visz Wonderful, de Broki azonnal trade-el, ezzel pedig továbbra szépít a FaZe, vagy továbbra is szépít a FaZe, 4-5-re tudnak zárkózni. JL-ék most már vegyék már annyira fel a játék hangerőt, hogy nem hallják a közönséget, mert kétszer is volt ilyen szituációjuk, hogy lehet van egy fregjük. Erre beletúrnak a füstbe, mert hallják a közönséget. Pedig most nem túrtam úgy JL rossz helyen, mert nyilván azon a ponton meg lehetett rá számítani, és ha meg ott marad, akkor lehet kettőt lő, mert a crosshair ugye az AWP-sel lett volna hamarabb. Abban meg lehet volna kettő, ott Broki ott eléggé megijedt, maradjunk annyira, tehát hogy még lőni is elfelejtett. És akkor ismét egy echo. Navi részről hasonlóval próbálkoznak, mint az előbb. Egy gyors B-pop, de hát Broki tartja a cross-t. Ráadásul le van fogva itt kerégenék által, mind molóval, mind pedig gránáttal. Mondjuk ha kontaktig mennek, akkor az a moló az már eléggé kései lesz. Úgyhogy itt Broki abban a pillanatban, hogy meg pillanat egy ellenfelet, most kell dobálni majd a gránátokat. Hát te kerégen darálhat, meg van a molóval egy, majd pedig Bitra a második. Broki lő egyet szintén. És akkor a kamera képját pedig nagyon szeretném elmondani, hogy Frozen lőtt egyet, de eddig nem láttam. Az irányító marad 1v5-ben, egyezi fejet még azért beakaszt, majd Broki kilövi falonát, így egyenlíteni tud a FaZe. Hát a pocsék kezdet után azért megérkezett mégiscsak az a FaZe, akit vártunk. Bár ugye elsősorban Navi győzelmet várunk itt Mirázson mind a ketten, de azért mindig számítunk, illetve reménykedünk egy izgalmas összecsapásban. A legutóbbi is 13-10-zel zárult, az relatív elég szorosnak mondható azért. Hát reméljük, hogy annyira
a vesztes csapata annyi kört megint csak tud hozni, akármelyik ők is legyen az. Egyelőre eléggé partiban vannak mind a ketten. Kiváló a pop flash. Ez egyik imé, a másik viszont Wonderful-é, de érkezik egy harmadik kihívó Frozen személyében. Egy fregre még benézett Thunderbe, aztán inkább kitáncikált onnan. Ez volt talán így a jó döntés. Nem adta meg a Navi-nak a lehetőséget, hogy ezt vissza tudják trédelni. Ám de még így is emberelőnyben, sőt Bitfragjével immárom duplán. A Navi, sőt legyen inkább triplán, Kerrigan is elhullik, Frozen az egyedüli túlélő. Összes juti nála van, nem bátorítom arra, hogy most akkor menjen és próbálja meg. De mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha leugrana, kimentené a fegyvert, tele lenne gránáttal, a többiek pedig mellé tudják venni a következő körben. Egy freget be tud gyűjteni a szlovák, AVP-s pedig szeretné kilövetni, bár az is egy jó megoldás, hogy a kifüstöli majd Wonderfult. Bár még egyébként eléggé csípkelődni. Tehát nem fognak neki sok lehetőséget hagyni. Na, majd abban a pillanatban jön a Néd, Alexibi megelégelte ezt. Akkor így zárja az irányító. Figyelj, őszinte leszek veled. Ezekben a fegyveres körökben embertelenül jól játszik a Navi. Tehát nem tudom, hogy nézted-e, hogy milyen timingokban hova píkelnek, mikor milyen területet foglalnak, de elképesztően jó tempót diktálnak folyamatosan. Itt ugye megvolt a dupla nyitó, majd utána Frozen reflektált erre, de az, hogy el lett foglalva kötő Alexibiék által, Kerrigan erre nem számított. Jó ütemben kezdett el Bit fölsétálni Án, és leülött ugye is egy freget CT-re. Nagyon keményen játszanak, és a Face pedig ezt nagyrészt azért nem stratégiából oldotta meg, hanem nyers erőből, de hát nézzük, hogy erre is lesz a megoldásuk. Na hát nyers erőből jön CL, és nem is, nincs is rá szükségé, mert is Bit nyitnak, Bit duplázik ráadásul. Hát és kb. Ennyi volt ez a kör. 2 MP9, nincs kit, egyetlen egy füst, mit tudsz ezen a ponton csinálni? Így meg semmit, tehát nézd meg, Alexibi mindent is letart, és Kerrigan már szerintem az asztalt fogja ketté ütni nem sokára, hogyha még egyszer meglátja a Finn irányítót. És hát, meglátja, eddig kétszer látta meg, nem tudott vele nagyon semmit sem kezdeni. Nagyon stabil félidő egyébként Navi oldalról, a Face visszatudott egy kicsit comebackelni a nyers erőknek köszönhetően, de meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég majd a következő félidőre, ami egy körülbelül 2 perces szünetet követően fog majd érkezni.
nagyon-nagyon magabiztosan kezdte a Navi a mérkőzést, aztán a Faze azért mutatott életjeleket, de ahogy itt a szünet alatt már beszéltük a színfalak mögött, a Faze többnyire egyéni tűzerőből hozott köröket, a csapatjátéknak nem igazán látni a nyomait, néha-néha elveszve. Igen, van amikor ott kézen fogva járnak, például volt ott kötő mellett Rainnek, illetve Brokinak egy szép jelenet sora, de a Navi az gyakorlatilag minden szempontból jobban teljesített eddig, aztán meglátjuk, hogy mit hoz a második félidő. Egyelőre egy Faze B-popot, amit rögtön meg is állítanak kettő gyors USP fejessel. Valahogy dupla ember átrányból még próbálja összekanalizni a Faze ezt a kört. A füstbe a plant az legalább egy extra bónusz jelentene a következő körre, de aztán Brokiék valahogy visszafordítják ezt a kört 2v5-ből, 2v2, de aztán Wonderful és JL párosa lezárja a kört. Hát ott el is veszítettem, mondjuk pont Robs volt az, aki duplázott a semmiből egyet, Imét és Alexit azonnal kifejelte. Arról remélem, hogy láthatunk egy replayt. NT azért hagyjuk meg, de azt a 2v5-öt nem tudták teljesen ledolgozni, avagy visszafordítani, ezzel pedig a második pisztolykör is a Navin állandól. Ja, itt a close range glockok azért eléggé, hát OP-k maradjunk annyiban, és annyira közel jöttek a CT-k egyszerűen, hogy így azért vissza sikerült lőni őket. Aztán nyilván megjött a dual berettával mondjuk Wonderful, őt már azért nem annyira könnyű lelőni közelre. A Faze-nél viszont nem lesz teljes vásárlás, inkább hát egy half buy-nak lehet ezt mondani, nincsenek mondjuk kevlárok csak egy Robsnál. Úgyhogy kvázi igazából csak Apriat pisztolyokat vettek meg egy tekély mennyiségű gránátot, amik közül már ki is dobáltak mindent. Egy B-split kör van az ódik. Wonderfulnak itt figyelnie kell majd maga mögé, ugyanis Kerrigan nagyon szeretne átjönni ezzel a füstön, és helyet fog megkerélni Wonderful az. Ez viszont eléggé kellemetlen lehet, Wonderful lő viszont egyet. Kerrigan már bejutott rakóra, így tehát, és ha jól láttam, akkor a bombával egyelőre még underben vannak. JL szeretne B-rakón is szintén fejelni egyet, rá fog itt fordulni majd Kerrigan, aki most már lovos. Közben befejezte Robsot, és akkor Broki pedig lebukik ezen a ponton, úgyhogy körben az, hogy nagyjából a Navinak, hogy hova készülik a támadás, a bomba pedig így állva kap, a Kerrigan pedig valahogy folytatja a fregelés, ez még így is egy hozhatatlan 2v3. Hát, hogyha ott underbe meg lett volna a frag Rain-nek, akkor az egy 3v2, és repületett volna be B-re, teljesen más lenne a leányzó fekvése, de hát így, nem mondom még így sem, hogy egy egyértelmű Navi körről beszélünk, mert bit, jön TV felől a maga 11 HP-jával Kerrigan, meg is nyeri ezt a párharcot, hát neki sem volt sokkal több, sőt, kevesebb is, mint Bitnek, de mégis így valahogy a timing neki kedvezett, pedig nagyon nem úgy nézett ki. Hát sok szerencsét most underben visszaszedni azt a bombát, Kerrigan inkább a másik utat választja, talán csatlakozni fog a csapattársa mellé. Hát csak kettő majdnem max HP és Navi játékosnak kellene elbánnia itt a fézeseknek, és annyi szöget kell itt letisztázni, hogy utility nélkül ez lehetetlen. Ez a crosshair, ez megbonthatatlan. Szépen oldotta meg a végén ezúttal a kört az Ime Wonderful duo, és 9-5-re tovább növelik ezzel az előnyüket. Nagyon jól csinálták egyébként, hogy az MP9-es volt az első kontakt, így azzal gyorsan sikerült freget szerezni, és onnantól már csak meg kellett várni, hogy leugorjanak Wonderfulra. Kerrigan ezért nagyot rakott ebben a körben. Tehát átsétált a füstön, ezzel eltimingolva az ellenfelét, kifejelt három embert is. Echo-nak figyelj, teljesen jó volt. De egyértelműen egy teljes vásárlás most a Faze oldaláról, viszont hogyha ez a kör nincs meg, már pedig több esélyük van rá, mert a szettje egyszerűen fegyverzetileg gyengén most a CT oldalon itt a Navinak, akkor azért bajban lesz a Faze, hogyha 10-5-re elmenne mondjuk itt az Alexi által vezetett csapat. Rain szeretne nyitni, mennyire ez nem jön össze, megvan viszont az info, és a mid-kontrollt ki tudja alakítani a Faze, JL-ek ebbe egyelőre nem szólnak még bele. Hopp, elmúlik az ablakfüst mindeközben, de jön az utánpótlás. Rosen próbál kontaktolni Bér, akkor kap egy nédet, picit belecsíp. Fegyverzett terén itt azért nem féltem az MP9-eket sem egyébként. Alexi és Britnél azért jó szolgálatot tehet a géppisztoly. Majd továbbra is a jumpspot, és ez egy nagyon jó bait így. Wonderful majdnem jó kettő fregre, Frozen 14 HP-n hagyra. Alexiről mondjuk tudniuk kell, ugye ő az, aki jumpspotolt, próbál kocsi mellett maradni. Azzal a smoke-kal egy kis extra területet nyert magának. Nem mernek rápékelni, JL viszont elhullik konyhából. Alexi egyelőre még mindig életben és fregel. Megérkezik mindeközben a csapattárs. és megy a dara a végén. Alexi elképesztően pimasz volt, bár a Faze sem értem, itt sokkal hamarabb
hamarabb le kellett volna clearelni Alexit. Addig annyit vártak, addig lacofacáztak, míg megérkezett az összes CT játékos, és azon a ponton már nem volt a Faze-nek esélye. Gyönyörűen játszotta Alexit, én is őt dicsérném amúgy inkább, meg az egész setupot, Wonderful Peak-et, majdnem meglett neki a dupla egyébként, de mindezek után ugye Alexi megcsinálta ugyanazt a reakciót, amit ilyenkor általában jumpspotolásnál szoktak, hogy ledob kocsi mellé egy füstöt, és ilyenkor két opció van, vagy beállsz forestre és onnan tartod az érkezőket, vagy visszamész teljesen backside-ra. Pisztolykörben visszafutott teljesen backside-ra, úgyhogy maga mögé dobott egy flash, most viszont teljesen pimaszul visszament a füstbe, megállt kocsinál, és a lehető legjobb ütemben peak-elt föl Robsra, onnantól kezdve pedig megpróbált kiszökni, túrták a füstöt, hát azt mondja, én is visszatúrok, Wonderful valószínűleg infoszta, van még egy lovos, el is kapta a lovos játékos, ott pedig egy mennyiben, 3-ban, 4-ben, nem is volt már lehetőség egyszerűen. Gyönyörűt játszik az irányító egyszerűen. Ugye mindenképpen most ebben a körben abszolút őt kell dicsérni, de az egész setupot is, ahogy kezdődött ez az egész. És hát akkor, mint mondtam, 10-5-nél itt jöhetek a kellemetlen problémák, mert a Faze-nek nem lesz jó vásárlása, jönnek a dezik, jön egy P250, itt 11-5-re potenciálisan elmehet könnyedén is a navi. Primo fragek midem, vagy hát egyelőre még egyes számban, de véletlően nem kell sokat várni majd a többire. P253 Dezi. Mondjuk azért oda kell figyelni, mert a Faze játékosoknál életveszélyesek azok a sivatagi sapsok, ahogy Robs prezentálta is GL-nek. Megy tovább a kontaktolás, hát ahogy elmúlnak majd azok a füstök, az ablakot el is rontott egyébként a Faze, úgy hát sokkal nehezebb dolguk lesz majd, és ott is hagyják teljesen közepet egyébként. Visszakonvergálnak egyelőre T-kezdő irányába. Kerigen az, aki kontaktolja fel B-házat, és minden bizonnyal mögé fog érkezni majd a három csapattárs. Könnyen bele lehet majd poppolni. Van nőfő mondjuk konyhára tart. Milyenek ez a jó modell, ezt innen váltsunk el, könyörgöm, köszöntöm szépen. Elit Kerigen fogja vezetni majd a sort, szépen kiugrik ablakon, de Wonderfulnek erre is egy nagyon jó crossfire setupuk van. Alexi pedig röviden, itt könnyen be lehet egyébként darálni ezt a támadást, főleg hogyha mondjuk az irányító hamarabb meglátja itt az ellenfelét, már készíti is a vakítót, és itt Wonderful, meg lehet egy játékos, meg van egy frag, lehet menni majd a következőre, de itt szépen egyenként kell megoldani majd, nem szabad adni gyilkosságot az ellenfélnek, aztán Kerigen a P250 nem megint valahogy. De itt backside-ra már megérkeznek Alexiék, illetve Ime is a legvégén, úgyhogy 11. körét is begyűjti a Navi. Tudod, szokott lenni az a mém, vagyis hát volt régen az a mém a G2-nál, hogy ha Huxi a top fragger, akkor ott van baj. A Navinál is ez előjött egyszer-kétszer, hogyha Alexi a top fragger, akkor van baj. Most nem vagyok feltétlenül abban biztos, hogy ő a top fragger, valószínűleg nem, de itt nincs baj egyáltalán. Na de amikor a Faze-nél Kerigen a top fragger. Ráadásul ennyire, hogy 14-jel vezeti a sort. Abból mondjuk 4 vagy 5 tulajdonképpen Echo-ból volt, úgyhogy valahogy bedarálja az ellenfeleket. De azt mondja, a következő Frozen is, aki 11-jel meg 11-jel, Robszék pedig sehol, tehát a szerverre nem kapták meg az IP-t se. Az viszont nagy baj. Igen. Navi oldalon pedig nagyon egységesen fregelnek. GL az, aki kicsit negatív irányba kilóg a sorból, de hát nem vészes egyáltalán az impactot, ő is belül. Ahogy most Rain is. Wonderful hibáját duplán bünteti Rain, aztán Brock is hibázik a másik mesterlövész, de mit ad neki elég időt, hogy korrigáljon. Alexi pedig Kerigen tudja lekapcsolni. Sovány Vigasz 2v5-ből 2v4, de ilyen módon ez még mindig nyerhető egyébként. Ime pozia Tetrisen, hát úgy gondolom, hogy számítani lehet azért, ugye rámpa, illetve palota felől nem tisztázott egyáltalán a Faze. Hát itt vagy le kell tisztázni mindent, vagy hát letenni a bombát, és akkor vissza-vissza nézegetni majd rámpa irányába. Egyelőre Alexi megérkezik jungleből, egy jön a trade, már most aktiválódik rámpán, egyelőre Robsot tudta elvinni. Hát én is Frozen ezt követően viszont egy elég erős cross tud kiépíteni, de hogyha most átugrik Ime, hát hogy be tudná gyűjteni ott elég gyorsan ellenfeles kalapja, de nem számít Rainre. NT azért hagyjuk meg 2v5-ből, szépen visszahozták ezt Alexiék, Alexi illetve Ime párosa, de a Faze-től nem marad ez a nem marad el a lezárás, így 6-11-re zárkóznak. Tökéletesen nyitott most Rain, de valami olyasmit mondtam itt a felvezetőben, meg neked is a szünetben, hogy nézd meg, hogy a Faze-nek csak akkor fog működni a támadó oldala, ha valaki egyénileg kemény. Most nyilvánvalóan nem a kör hívását kell feltétlenül dicsérni, nem volt rossz az is, mert tudták, hogy mikor hova kell majd fordítani. De mi lett volna, ha Rain nem lő duplanyítót? Vagy esetleg, hogyha visszalövék Brockit, akkor teljesen más alakult volna.
a körnek a képe. Ennek ellenére, hogyha Rain ilyen formában érkezik a minden további körben, akkor nem lesz ebből probléma. Tehát én is előszeretettel nézem, ahogy Rain dupla fejekkel nyit. Főleg, hogyha ennyien vannak előtte, Kerrigan fogja ezt most megtenni. A Lexi pedig már közel tolta, hozzáad meg egy gyűrű transfer Kerrigantől. Ilyeneket mondjuk nem sűrűn látunk az öregtől. Pityán the chat, az azonnali NS volt a 100%. Meg egy thank you is utána. És akkor megint egy Alexi Wonderful duo ebben a 2v3-ban. Vannak fegyverek, de pénz is van. Úgyhogy itt rajtuk a döntés, hogy kihozzák-e. Hát úgy néz ki, hogy igen. Nagyon nincs értelme megpróbálni így Kevó nélkül. Kit sincs, van egy smoke, de nyilván ez halottnak a csók ebben a retake-ben. Sokkal jobb opció most, hogy ezeket kimentsék. Hát most nyilván ennél könnyebb nagyon nem lesz a pénznek. Kerriganről mondjuk megnézhetjük a replayt, főleg ahogy te is kiemelted itt a transfer a másodikra. Hát vagy összességében a harmadikra, bitre nagyon-nagyon kemény volt. Azonnal trédelték utána, még tényleg itt is az utolsó ezred másodpercekben szúrta be azt a freget Kerrigan. Szép volt tőle, és hát nem csak hogy ezen a ponton a saját témjében, hanem Kerrigan az egész szerveren a top fregger. De nagyon kemény amúgy, tehát hogy... Mint mondtam, nem sűrűn láttam őt ekkora top formában, de ha jól emlékszem, akkor azt hiszem talán a legelső nap volt Picibert producer, és ő mondott azt, hogy Kerrigan akkorát fejelt az első körben, hogy még ő is hátra esett a széke, mert pont akkor nézett rá, hogy alakul a másik meccs. De hogy úgy néz ki, hogy erre az eSports World Cup-ra, meg lehet, hogy erre az egész nyári szünet utáni időszakra ő azért elég keményen érkezett meg. Legalábbis így egyéni skillben. A társak azok, akik nem feltétlenül tudják ugyanazt a szintet hozni. Két irányítónak, mondja csak. Ha összevetted a Major döntő utolsó mapjával, akkor éges föld. Jó, hát most... Nem tettem magasra a lécet ezzel. Igen, pont azt akartam mondani, hogy tudod, abból a bizonyos dolog... Na jó, mindegy, nem. Ezt majd... Így kifejtem neked majd szünetben, itt most adás verkeim belül nem feltétlen lenne jó döntés ezt kimondani. De hát na, igen a... Jó, majd mindegy, hagyjuk is, igen, ténylegesen azért nem volt annyira menjünk magasan az a léc. Menjünk tovább. Igen, menjünk tovább, majd elmondom. No hát, jön egy Navi nagyvásárlás, Wonderfulnál lesz AVP, hogy a teljes értékű vásárlás az Echo-t követően, plusz a kettő kimentett fegyver. Épp gratis, ugye ott a kalasnyikovok jók lehetnek majd közeli távokon, főleg hogyha bit kezébe kerül és bit esetleg fejelne. Na, bit most nem fog fejelni, kapja inkább Frozen-től, de szerencsére még ime korábban meglőtte a nyitót. Na, Wonderful sem fog egyet sem beakasztani az AVP-vel, de aztán minden is van egy kis csetepaté, egyelőre marad az egál, ami az emberarányokat illeti, ime nem tud többet fregelni, most Frozen is bekeményített azért, 3 freget vállalt magára eddig a szlovák. Megy tovább a füst szélén, de JL kirakja neki a stop táblát és megint trédel neki egyet Alexi. Jó olyan tapogatózott, de lekerült már ezen a ponton a bomba, így az idő. Broki malmára hajtja a vizet, Alexi próbál kivárni, hát hogyha Brokit kelleténél agresszívabban előre megy, de Broki nagyon-nagyon türelmes és tökéletesen azt a pozit lokkolja, ahonnan érkezik Alexi, már lépcsőre tart Broki, most swingel, nincs meg egyelőre a frag, és nagyon-nagyon pimaszul Broki. 19 HP-val visszapíkel, belövi a freget, ezzel pedig továbbra is szépíteni tud a féz. Nagyon ügyesen csinálta, megtalálta pont azt a timingot, amikor Alexi még megpróbált egy kicsit közelebb jutni hozzá, emiatt ugye belemozdult, hogyha tartja végig tovább, akkor ez mindenképpen az irányítónak lett volna előnyös. Frozen elképesztőt nyitott, ismételten. Tehát oké, hogy a Navi szerezte meg az első freget, de itt azonnal jöttek a válaszok, ráadásul kettő is Frozentől, 3-at vállaltak körben, mint ahogy te is mondtad. Itt gyönyörű megoldás egyszerűen a lett AVP-stől. Úgyhogy most már csak 3 kör a különbség itt a kettő csapat között. A Navi-nak úgy néz ki, hogy annyira mégse erős az a CT oldal itt a nagy fegyverekkel. Úgyhogy most a kicsivel kell alkotniuk. Van egy M4 igaz JL kezében, egy MP9 bitnél. Ezek mellett pedig 2 Dezi és egy 5-7. Nem a legjobb setup, azért ezt valljuk be. De ezekkel is láttunk már szerintem mindannyian kört hozni. A kérdés az, hogy a Faze-nek ilyen a szerűteljes mondjuk a támadása, jó lehet itt akár a nyitó, Alexi B. Gránát nem rá fog érkezni, úgyhogy ő még túléli. Tehát a kontakt megtörtént, és lehet, hogy az első frag is pillanatokon belül beesik majd.
Érkezünk hárman rövidről, azért itt Alexék nyaka körül szól a hurok, de hárman védik ezt a rakót, Alexi még mindig életben, de úgy néz ki, hogy őt is letisztázzák. Ez a spray nem volt rossz egyébként Bittől, konyhából így le tudta bőrszölni Robsot, de azért a fegyverzeti fölény mégiscsak az észnél volt. Wonderful az egyedüli túlélő, bár hát ő sem lesz az túl sokáig, feltételezem. Kerrigan már érkezik jungleből, és be is akasztja az utolsó freget. Kerrigan 18 fregen, továbbra is. Úgy néz ki, hogy mennek azért ezek a támadó körök itt a phase-nek, annak ellenére, hogy elég pocsékul indítottak. Ugye 11-5-re is el tudott húzni a megnyert pisztolykörnek köszönhetően a Navi. 4 sorozatban megnyert karikát hoztak el az elején. Azóta viszont úgy néz ki, hogy egy extra fokozatba tudott kapcsolni a phase is. Abszolút. Azért ők is. Igen, most már kaptak a játékosok IP-t erre a szerverre. Mind Rain, mind Robs. Ők is felültek bőven erre a második fieldre. Taktikai időkérés közben, valószínűleg a Navi oldaláról. Teljesen indokolt egyébként. Blade-nek mindenképpen bele kell szólni a meccsek a képébe, bár nem látok azért itt szomorú arcokat. Aztán lehet, hogy JL csak pont valamit csinált a szájával, de ott egy másodpercig mosolyt láttam. Úgy az arc, aki tök minden mi történik, mosolyog. Tehát, hogy őt nem lehet azért annyira romba dönteni, úgyhogy szerintem ő most is pozitívan áll ehhez az egészhez, viszont nem annyira erős a vásárlása most a Navinak. És ebből azért probléma lehet, mert ha ez a kör nincs meg, akkor a következő az szinte egy kötelező echo, és 11-11-ig visszajöhet 11-5-ről akár a phase. Úgyhogy nagyon oda kell tenni ezzel a vásárlásra, egy famosz, egy MP9 mellette 3M4, brilliroznia kell az M4-es playereknek. Underfull húzogatja a cica bajszát, azért kaphat Underben egy dupla peaket. Jó pop flash kéne most talán a JL-től, és lehetne píkelni, de nem elengedik ezt a középfoglalást a Navisok. Ja! Ja, hogy ezt így is lehet. Kerrigan, nem tudom, hogy mit reggelizett ott Riadban, de onnan rendelek majd kaját, még hogyha a szállítási költség elég drága is lesz. Hát meg ki tudja, szeretnék. Milyen állapotban jön meg az a vétel. Szeretnék úgy fregelni majd, mint ő. Aztán lehet, hogy egy csapó kettő, ott Alex is kijött shortra. Feltételezem, hogy Kerrigan megint felugrik majd benchre. Azt a tüzet el kell oltani a füsttel azért. És utility-t kihúznak azzal azért a fézesektől, a Molly-val. Most így mind a kettő csapat megint csak behúzta a kéziféket a gyors entry-t követően. A phase-nek megvan ugye a teljes mid control. Füstök elmúltak, ilyenkor mehet az újratervezés. A Navi pedig hát nem igazán próbálkozik egyelőre agresszív píkekkel, nem próbálták meg egyelőre ugye egyenlíteni az emberrányukat. És miután meglett a mid control, Kerrigan kontaktol fel B-házban, és nagyon úgy néz ki, hogy ebből egy B-ending lesz így. Így pedig ott volt a lehetőség, valahogy egy duplát lehessen lőni, viszont csak Bit tudott fregelni egyet. A Lexi teljesen beleszorulva. Vissza, hát akkor még itt Wonderful, meg tudja állítani valahogy a bombát, akkor abból még óriási gond lehet. Letenné Robs, Wonderful nem kezdi el túrni, áj pedig itt ez volt az egyetlen lehetősége, igen. Neki ez volt az egyetlen lehetőség a körgyőzelemre. 46 HP most már. Az egy freggel beljebb, de ez még nincs, hogy 1v3. Valakitól sikerül Brokit visszaüldözni a ninjába, mert itt a társai kontaktjára tud majd píkelni, de Fozen szerintem éppen csak nem látta meg. Lehet, hogy a társak szóltak neki, Broki hibázik egyet. Érkezik a Molo, úgyhogy megint maga mögé kell nézni, és a Trops beült egy magaslati pozícióba, erre pedig már nem számított az ukrán AWP-s. Al-Karigani? Jó, figyelj végül is. Az ifjú arab sejk. Csak nem pénzben gazdag, hanem fregelyekben. Igen. Minden hát kettőre igen. Irigy lennék, de... Figyelj, mi mondtam, JL mindenem mosolyog, nem azt mondtam, hogy boldogan. Tehát, ez nem egy boldog mosoly volt tőle, mondjuk ha ilyen fejet kapnék, akkor lehet én üvöltenék. Igen, mondtad, hogy ugye ha Alexi a top fregger, akkor baj van. Ha Kerrigan a top fregger, akkor baj van. És akkor van baj, hogyha JL nem örömében mosolyog. Hogyha ő elkezdi... Erre most megkaptam, hogy mind a két oldalon az irányítók a top fregger-ek. És tényleg. Akkor nincs baj JL... Hát igen, ezek így dupla negatív. Én itt tanultam. Egymást. Ja, én itt tanultam. Minusz-minusz az egyenlő plusz. Igen, akkor jó a helyzet mind a kettő oldalon. GL, hát akkor lesz még probléma a Navinál, hogyha GL csapkodja az asztalt, hogyha ő elveszíti a mentált, akkor... Uh-huh. Hát nem tudom, hogy milyen lehet a hangulat a csapatban, mert
azt a jó kedvet ő szokta hozni magával. Na de még nincs vége. Pip próbál baitelni. Ibe! Pedig aktiválódik. Nagyon jó volt ez a setup így. Ugye itt magára húzta Rain figyelmét. Broki tegeli Alexit benchen keresztül, és Frozen befejezi azt, amit a csapattársa elkezdett. Ketten ott vannak még backside-on. Robs megérkezik B-házból. Jézusom! Hát hiányoltuk GL-t! Még egy harmadik esetleg! Nem jön össze Broki, ide tart az AVP-vel 2v2, és lehet, hogy nem húzogatják tovább a cica bajszát. Hátrotálnak inkább árakor a bit, maradt 26 AP-t, itt rá fognak ugrani bitre, aki még egyet magával visz. Kerrigan marad 1v1-ben GL-lel szemben, aki kettőt befejelt eddig a Dezivel, de inkább átvált az MP9-es, a Kerrigan pedig kitáncolt ticket a GL, ezt hallott és lehet, hogy a legjobb ütemben fog megérkezni. Kerrigan nem számít erre, GL-nek pedig ez egy ingyen frag. Hát mit művel ez az ember? Megkapta végre ő is az IP-t a szerverre, és ezzel mappontra lövi a csapatát. Hát én nem találok szavakat most. Beszéljen helyettem a replay. Ime kezdte meg itt Rainre. Majd talán Alexi B egy kicsit tomorkodik, és itt van a legelső GL, majd a második. Azt a jó isten! Pedig megvolt GL az információ, oda tartott, ha jól emlékszem, talán Robs volt, aki megjött B-házból, és itt meg annyira gyorsan érkezett GL, hogy Kerrigant végül egyszerűen csak hátba lövi. Hát itt érthető okokból fogják a fejüket, a navisok pedig kirobbanó örömmel részesülnek most. Geniális mozdulat. Tehát még ennek nincs vége, Wonderful tud nyitni a következő körben, Rain hullik el, és Kerrigant most nem tudnak annyira gyorsan válaszolni, és egy kicsit lassabb játéka lesz a phase-nek, de ugyanúgy a füstökön fognak majd átsétálni. Van még itt kötőben is egy második, hogyha Kerrigannek nincs annyira könnyű útja, ő lehet itt a következő, aki tud majd esetleg válaszolni, meg is van neki a frag. És mi? Össze-vissza ugrál mindenkire végül az imének a szeredményes duplája, viszont nem lesz olyan, hogy Robs válaszol. Ha marad a 3v3, és próbálják kizónázni az elvédőket itt a füstökkel, valamint a molotovokkal, bét viszont még mindig ott van, nincs a mögött. Jó temben píkel, lekapcsolja Frozent, és kell a trade, nagyon-nagyon kell a trade, de Robsot oldalba lövik, Broki marad 1v3-ban. Maga mögé is figyelnie kell, ez egy lehetetlen situ. Bit felteszi az ére a pontot 13-10-re, megint csak déjà vu, ahogy nagyjából másfél hónappal ezelőtt megnyeri Mirás Tanavi. Annyira jó meccs volt ez amúgy, Dogi. Annyira, de annyira jó meccs volt. Én pont nemrég hangoztattam, hogy ezen az eSports World Cup-on annyira lassú gémeket látok folyamatosan, és nem történnek ilyen egyéni playek, és egy kicsit, mint hogyha visszabett volna mindenki, mert nyári első event. Ez a két csapat itt kiadta magából azért szerintem elég kemény, és abszolút JL-nek jár itt a hátsimogatás, meg majd Flash-től is az óriási pacsi, mert hogyha ő nem alkot ekkorát, akkor lehet, hogy itt teljesen más alakul itt Mirázsnak a vége. Hogyha túl vagyunk tehát itt az első pályán, mindezek után ugye következni fog majd biztosan még egy nyúk, ami a phase-nek lesz a pikje. Az is egyébként papíron egy phase gyűjtelem kell legyen, de nem féltem ezt a jó formában lévő Navit nyúkon, úgyhogy meglátjuk majd, hogyha azon a mapon nem sikerül dőlőre jutni, akkor lesz ma még egy Ancient. Úgyhogy mi elvonulunk egy gyors 10-15 perces szünetre, utána hozunk nektek vissza majd a második mapot, nem sokára jövünk.